Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit húsvét hétfőjén. Nagy öröm számomra, hogy Isten igényéről összegyülekezhetünk, hogyha nem is személyesen a gyülekezeteinkben, de összegyülekezhetünk itt a, a virtuális világban, amely nem Istentől való bűn használunk, amelyet nem Istentől való bűn használunk, és nagyon fontos lenne, hogy a mai modern kereszténység az igyekezzék minden olyan eszközt használni, amely célba juttathatja Isten igéjét, az Evangéliumot. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ezekben a napokban, ugye, Jézusnak a keresztre feszítésére és feltámadására emlékezünk, de olyan jó lenne, hogyha ez a feltámadás ez nem csak egy emlékezés lenne, hanem valóságos tény lenne mindenki számára. Nem egy elmúlt esemény, hanem egy folyamatos jelen. Az angol ismeri ezt a nyelvtani kifejezést, és olyan jó lenne tényleg, hogyha keresztények ebben a folyamatos jelenben lennének, hogy tudják azt, hogy Jézus Krisztus, aki meghalt, értünk, sírban nyugodott, harmadra, harmadnapra föltámadott, és azóta is egy élő úrként van jelen ebben a világban is, és aki segítségül hívja az úr nevét, az csak, nem csak, hogy üdvözül, hanem, hanem megtartatik, és ő tanácsol bennünket az útjainkon, mindannyian vándorok vagyunk, és ezen az úton, amelyet Isten adott nekünk, vagy akár, amit talán mi választottunk magunknak, vagy oktalan butuska fejjel úgy gondoljuk, hogy az a jó út, még azon is jelen van, látja ő külső szemlélőként, de sokszor nem avatkozik be az életünkbe, hanem megengedi azt, hogy folyjon úgy az életünk, mindaddig, amíg készénem nem válik a szívünk arra, hogy, hogy őt hívjuk segítségül ugye mi emberek olyanok vagyunk, hogy el tudunk menni a végletekig. És az a csodálatos, azt értettem meg Isten országából, hogy a szenvedés pedig szántja a szíveket. És olyan jó lenne, hogyha Isten igéje is szánthatná a mi szívünket, hogy az, ami ott megkövesült, ami úgy megtömörödött, ami olyan áthatolhatatlan, ahova nem tud beszívárogni, a, a víz oda is el tudjon jutni, ez pedig föl kell, hogy lazítsa Isten ezeket a megszilárdult, megkövült réteget az életünkbe. És sokszor ehhez Istennek egy csodálatos szolgatása párosul az életünkbe, amelyet szenvedésnek hívnak. Ez nem azért van feltétlenül, hogy elveszünk, bár vannak, akik oktalanok maradnak és taníthatatlanok maradnak és elvesznek, hanem ez azért van legfőképpen, hogy Okoljunk benne, tanuljuk, tanuljunk belőle, és változtassuk meg az életünk útját, az életünk folyását. No, hát ezek az elmúlt napok eseményei, a tegnapi esemény is, amelyről tegnap ugyanilyenkor beszéltem, ez is egy ilyen nagyon-nagyon tanító esemény, ahogy Jézus magára vette, fölvette a szenvedés keresztfáját. Tegnap arról beszéltem, arról is beszéltem, hogy egy olyan csodálatos dolog, ahogy látjuk ott a Golgotán, azt a három keresztet, és a három keresztnek a közepén a legelvetemültebb bűnös, akit koncepciós perrel, vagy koncepciós per nélkül ítéltek el, odaraktak a két lator közé, középre. Ennek is egy szimbolikus jelentése volt, hogy ő, ő a legbűnösebb az egész között, és és arról is beszéltem tegnap, hogy ennek a keresztnek a függőleges ága, az összeköti a földet a mennyel, a vízszintes ága pedig átöleli a világot az ő szeretetével, és Jézus nem csak az alfa és az omega, a kezdet és a vég, hanem ő az origó és a középpont, és mennyire igaz, hogyha ezt így látjuk, ezt a, a húsvéti eseményt, ezt a nagypénteket, ezt a igazi Black Friday-t, hogy, hogy Jézus tényleg magára vette a világ bűneit, és, és ez a szeretetet adta a mi bűneinkért cserébe, hogy készek vagyunk-e mi ezt elfogadni. És ez nem valami teológiai okfejtés. Hogyha belegondolunk ebbe, és látjuk ezt a keresztet, akkor láthatjuk azt, hogy, hogy tényleg ő az út, az igazság és az élet. Ott van középen, nem lehet rajta nélkül, nála nélkül eljutni a mennyek országába. És tegnap arról is beszéltem, hogy amikor ez a, ez a, ez a keresztrefeszítés megtörtént, és mind a három ember, a jobb a bal lator és a büntelen Jézus, is kilehelte a lelkét, akkor jött Arimátiai József, az addig neve nincs, az ismeretlenség homályába burkolódott farizós vezető, aki a Sanhedrinnek, az ottani parlamentnek a, a tagja volt, és egyszer csak vette azt a bátorságot, eljött az a történelmi pillanat, amikor vette a bátorságot, Isten indította egy irgalmas rendi szolgálatra őt, vette a bátorságot, és odament Pilátushoz, és elkérte Jézusnak a holttestét. És levette őt, a Lukács evangéliumából olvastam az igét, de más evangéliumban megemlíti, hogy még Nikodémus is ott volt. Tehát egy másik feruzaus, a 71 tagú Sanhedrinből, a parlamentből, ott voltak ketten, akik nem voltak hajlandók asszisztálni az a folyamathoz, amely az akkori parlament, az ottani parlament munkáját minősítette. Összefonódott az egyházi hatalom, a világi hatalom, egy jó nagy katyvasz lett belőle, összekeverték a bírói fórumot a törvényhozással, a vallásos dolgokkal, és hát ebből nagy-nagy tud származni, nem csak tudott származni nem csak akkor, hanem a mai napig is, hogyha ezeket a hatalmi ágakat, ezeket összekeverjük, és a törvényhozói hatalom, bírói hatalom is lesz, meg meg egyéb ilyen dolgokat. És itt van ez a, a Arimáté József, aki odament, Pilátus az elkérte, levette, megmosta, gyorsba csavarta és a saját sírjába elhelyezte Jézus testét. És beszéltem arról is, mellékszereplők, de nagyon-nagyon fontosak, hogy ott voltak asszonyok, akik mindvégig-végig végig ott voltak mi hajlamosak vagyunk, erős, bátor férfiak, azt gondolni, hogy mi vagyunk a teremtés koronája, és nálunk nélkül semmi nem lehet, és akkor közben pedig megszégyenítő az, hogyha, hogyha szívvel olvassuk a Szentírást, hogy ott vannak azok az asszonyok, akik amikor már egy tanítvány se volt ott jó formán, akkor ők ott voltak, és látták, ahogy József, a Arimátia József levette a keresztről Jézust, ahogy megmosta, becsomagolta, saját sírjába elhelyezte és ráhengerítették a, a követ. Aztán azt is láthatjuk, hogy mindent fölül írt akkor a vallásos szokás. Szombaton a, a nyugalom napja volt, annak ellenére, hogy Jeruzsálemben nem volt nyugalom, hiszen úgy gondolom, hogy amikor látták az égi jeleket, a farizeus képmutató, a világi vezetők, egyházi vezetők, a főpapi klérus, hogy mi történt, hogy kettéhasadt a kárpit, és földrengés volt, és elsötétült az égbolt. A más miatt nem, hát emiatt kellett, hogy nyugtalanok legyenek. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy Isten sokszor, megengedi a nyugtalanságot, a bűneink miatt való nyugtalanságot, nyugtalankodást az életünkbe. És olyan jó lenne, hogyha ezekből tanulnánk, hogy ezeket a jeleket magunkra vennénk, és megértenénk azt, hogy addig, amíg bűnben vagyunk, addig nem lehet békességünk, és nem lehet nyugalmunk. És drága testvérek, nem volt nyugalma a tanítványoknak sem. A tanítványok ezek ez a, ez a nagypintek esemény után bezárkóztak egy házba, és ott voltak, aztán a, 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 a tágabb körbe lévők azok bezárkóztak az otthonaikba, és ott voltak, féltek, hogy ők lesznek a következők. Drága testvérek, mai nap nem-e így van az, hogy bár most Isten zárta be a templomainkat, ez is egy olyan megdöbbentő dolog, erről is lehetne értekezni sokat, Isten, Isten bezárta őket a házaikba, de nem tudom, hogy milyen volt a, a Jeruzsálemi templomba a Isten tisztelet Jézus keresztre feszítése után, ha egyáltalán volt, hogy milyen békessége, miket, mikről prédikáltak ö, ott a zsidó papok, hogy egyáltalán volt, nem hiszem, hogy volt. ízott a társadalom. És tudjátok, az, hogy ízzik a társadalom, az, hogy félelemben vannak emberek, hogy elnyomás van, egy társadalomba. Ez azt kell, hogy mondjam, ez nem, természetes, nem természetellenes dolgok, hiszen a világ az már egy ilyen, a világ az nem az isteni hatalma alatt áll, hanem a sátán hatalma alatt áll, és ebben a világban Isten azt akarja, hogy az övéi azok, azok világítsanak. Hogyha az övéikben lenne csak egy, egy csipetnyi kis is hit, és lenne sok ima mögöttük, és rengeteg szeretet, akkor azok a hegyek, amelyek most előttünk tornyosulnak, azok is meg tudnának ma is mozdulni. De ez tényleg az kellene, hogy lenne bennünk egy csipetnyi hit, és nem úgy járnánk, mint a tanítványok, akik vasárnap, amikor az asszonyok, már megint ezek az asszonyok, oda mentek reggel a kenetekkel a sírhoz, hogy majd megkenjék Jézusnak a bomló, foszló testét, és elvegyék a bűzt, a hullaszagot, akkor akkor azzal szembesültek, hogy a kő el van hengerítve, és tegnap arról beszéltem, hogy nektek mi a bűzölgő dolgaitok, a mi a halottaitok, amelyek ott belülről bűzölögnek, és mi azok az elhengeríthetetlen kövek, amelyek akadályként vannak jelen az életetekbe. És az a hogy, hogy, hogy a, a, a tanítványok sem igazán hittek. Ők is a, a Hívőféle hitetlenek táborába tartoznak, és tudjátok, hogy mai időnkben is legtöbben ilyenek vannak. Ezek a hívő hitetlenek, akik sokszor nem hiszik el azt, hogy Isten mindenek fölött Úr, de elhiszik azt, amit a világ akar velük elhitetni. És nagyon-nagyon fontos lenne azt megértenünk, hogy nekünk a, a hitünk csápjaival kell belekapaszkodnunk az Úr Jézus. Ő. ...nak a, a kezébe, szeretetébe, és ez mind-mind alázat és hódolat kell, mert hódolat és alázat nélkül ez nem fog menni, hogy van-e bennünk olyan hit, egy csipetnyi hit, van-e bennünk rengeteg szeretet, és van-e sok ima a mi szívünkben, amely kimozdíthatja a hegyeket a helyükről, és belekapaszkodhatunk Istennek a szerető gondviselő karréba. Ezek a tanítványok akkor a fájdalmuktól, a kétségbeesésüktől, a félelemtől, félelmüktől vezéreltetve talán még gondolkodni sem tudtak. És hát sokszor vagyunk mi is így, és azt mondom, hogy ez is egy természetes dolog, Isten megengedi a hitetlen tamáskodást a mi életünkbe is. De tudjátok miért? Azért, hogy hogy, hogy megpróbáljon bennünket, hogy egy kicsit szántsa meg, ami mi már kényelmesnek tartott életünket, mert nagyon sok kényelmes keresztény ember van, akik meg vannak elégedve, és ez jó dolog a gyülekezetükkel, a lelkészükkel, meg vannak elégedve az életükkel, rendben van a családjuk, meg minden. Tehát berendezkedtek egy kényelmes keresztény fotel életre, és közben pedig azt a feladatot, amelyet Isten bízna rájuk, azt valahogy nem teljesítik azért, mert azt gondolják, hogy a templom a végcél, a gyülekezet a végállomás, a jó papom az ajándék nekem, és minden természetesnek veszek, holott Isten sokszor pontosan a mély szántásba akarja az övét beleengedni, mert igazából csak azok tudnak változást hozni, egy közösség, egy társadalom életébe, akik már megpróbáltattak, akik már egyszer a kezüket az eke szarvára tették, és Isten megengedte nekik ezt az erőfeszítést. Tehát mi úgy akarunk üdvösségre jutni, és nem mondom, hogy nem lehet így. Hogy, hogy ajándékba kapom Istentől, kösz Isten, kösz Jézus, köszönöm, hogy megváltottál, és én hálás vagyok, és valóban így is van, hálás a szívük, de hiányzik a cselekedet az életükben, hogy amikor tenni kéne valamit azért a közösségé ahova belehelyeztettem, akkor nem teszem. Mert félek. Félek, hogy kihúzom a gyufát a hatalommal szembe, Félek, hogy majd én leszek a következő, akit karaktergyilkolnak, vagy meggyilkolnak, mert ezek a tanítványok ott nagy szombaton, és, és talán vasárnap is még, attól rettegtek, hogy tényleg ők lesznek majd a következők. Tudjátok, a keresztény élet az egy, az egy nem egy magányos élet, hanem tudom, hogy van egy uram, akit akkor is tudom, hogy ott van mellettem, hogyha én nem látom. És ez a hit, amikor látom a láthatatlant, és addig, míg a világ, úgy gondolkodik, hogy csak addig tud elmenni, ameddig lát, addig a hívő embereknek látniuk kell a láthatatlant is. És ez hiányzik a mai társadalmunkból, ez hiányzik a keresztények életéből, hogy nem látják a láthatatlant, mert megelégednek a láthatókkal. Mert jó részt magukat berendezkedtek a világba, és ezek számára használhatatlanok és olyan társ, hogy Zali Máté Wolf, aki benne volt a nagy tanácsban, a Sanhedrinben, parlamenti képviselője volt ö, az ottani népnek, ha bár nem tudom, hogy a népnek -e, vagy csak az ő klérusuknak, de eljött az a pillanat, amikor már lelkismeretében nem tudott mit kezdeni, és ez cselekvésre indította. És olyan jó lenne, hogy az a mély szántás, amiről az imént beszéltem, ez úgy megszántaná mi lelkünket is, és nem nyugodnánk bele abba, ami van, abba az istentelenségbe, ami van, abba a hazugság áradatba, ami van, hanem elkezdenénk mi is gondolkodni, tenni, összegyűlnénk, imádkodni, kérnénk az Isten bölcsességét, vezetését, és drága testvérek, a hegyek is Ha az egyház elkezdene világítani, a hívők közössége, a kihívottak közössége elkezdene világítani, nem tehetne meg a hatalom bármit, amit ma megtesz. Tudjátok, mi Isten népe, valahol egy tümány, hogy mindig a keresztények mindig ellenkultúra voltak. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk állandóan harcolnunk kell a hatalommal, mert amikor a hatalom jó dolgot csinál, akkor nekünk azt támogatnunk kell. De amikor azt látjuk, hogy embertelen, istentelen dolgok történnek a közösségünk, a társadalom, egyházunkba, akkor nekünk, nekünk szót kell emelnünk. És drága testvérek, a mai nap történese is, illetve még a vasárnapi, mert ez még vasárnapi történet, amikor két tanítvány hátat fordított Jeruzsálemnek, a feltámadott úrnak, és elindult a következő faluba. Ez is nagyon-nagyon sok mindent árul el nekem. Olvasom Isten igényet, de előtte hajtsuk meg a fejünket, és röviden imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy értünk miattunk, állt az a kereszt, és mi voltunk azok, akik téged odafeszítettünk a keresztre. Uram, add Isten, hanem, hogy a tartásodban mi is gyönyörködhessünk, és odaadhassuk hálából a mi szívünket, hogy köszönjük, úr, hogy nem nekünk kellett a keresztfára felmennünk, és nem nekünk kell felmennünk a keresztfára, hanem elvetted ennek a világnak a bűneit, add, hogy el tudjuk ezt a, ezt a váltságot fogadni, és beengedjünk a szívünkben, hogy teljes ura legyél az életünknek. Kérlek, Jézus, hogy taníts bennünket a te igéd által, igéd által, a történetek által, hogy megértsük, hogy a te akaratod az életünkben. Amen. No, tehát olvasom Isten igét a Lukács evangéliumából, a 24. fejezetből. Még az nap ketten elmentek Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyire volt. Egymással beszélgettek, És ahogy beszélgettek és megvitatták a dolgokat, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Ő pedig azt kérdezte tőlük: Micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltotok. Erre ők szomorú ábrázattal megálltak. És egyikük, akiknek Kleofás volt a neve, azt mondta neki: Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ezekben a napokban. Azt kérdezte tőlük, mi történt? Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt a názáreti Jézussal, aki proféta volt, tettekben és beszédben hatalmas Isten és az egész nép előtt, és ahogy adták át, és, és hogyan adták át a főpapuk és a főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De hát már harmadik napja, hogy mindezek történtek. Hanem néhányan közülük, közülünk való asszony, akik korán reggel a sírnál voltak, azzal döbbentettek meg bennünket, hogy nem találták ott az ő testét. Visszajöttek, elbeszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és együtt találták, mint az asszonyok mondták. Őt pedig nem látták. Ő pedig azt mondta nekik, ó, balgák és reszívőek, mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől és valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felül megírattak az írásokban. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahová igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták, és azt kérték, maradj Mert már es lett a nacht. De azért is Amikor azt velük, a velük, a megnyert, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Hát nem gerjedezett a szívünk, amikor beszélt velünk az úton és magyarázta az írásokat? És abban az órában felkerekedtek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol együlve találták. A tizenegyes velő hívőket, akik azt mondták, valóban feltámadt az úr, és megjelent Simonnak. Ekkor ő is el, ő is elbesz, ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismérték fel őt a kenyér megtörésekor. Miközben erről beszéltek, maga Jézus halt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség néktek. Ez a történt, ebből talán kiderül, hogy Ketten az úton címe volt egy nagyon híres Oliver film, nem arról szól, meg eh, Ketten az úton, K Ketten egy úton van most, meg Zárai meg egy csodálatos nem erről szól, hanem két tanítványról szól ez a mai epizódja ennek a, a húsvéti eseményeknek. És azt látjuk, hogy a tanítványok közül ketten elmentek egy Emmaus nevű faluba. Ez a falu Jeruzsálemtől olyan tíz-egy-néhány kilométerre lehetett. Fölvették ezek a tanítványokat, ennek egymással beszélgettek. És hát olyan csodálatos az, hogy a tanítványok beszélgenek egymással ha megvitatják a dolgokat, ebben az igében is azt olvassuk, hogy ketten közülük elmentek Elmos nevű faluban, mert Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, egymással beszélgettek és megvitatták mindazt a dolgokat, amik történtek. Olyan jó lenne, hogyha, hogyha tényleg mi is beszélgetnénk egymással, és nem, nem meggyőzni akarnánk egymást a saját igazunkról, hanem tényleg, mint, egyenragú partnerek, tanítványok is beszélhetnénk, és szabad vitatkozni. És tehát ez sem Isten ellenes való dolog, hogy, hogy, hogyha nem vitatjuk meg a dolgokat. Egyszer voltam egy ilyen férfi körbe, és ott volt egy lelkész, ott volt egy egyetemi dékán helyettes, ott volt egy ügyész, ott volt egy vállalkozó, és ott voltam én. És beszélgettünk a mai korunkról, és igazából ez csak beszélgetés volt, mert megegyeztünk mindannyian abban, hogy az, ami ma az országban van, az egy katasztrofális. És akkor én, ja és ott voltam még én polgármesterként is, és azt kérdeztem a, többiek, többiektől, de hát mit lehet tenni? És tudjátok, olyan megdöbbentő volt, voltak a válaszok. Azt mondta a lelkész, hát őt köti az egyház fegyelem. Ő, ő, nem beszélhet. Azt mondja a dékán, hát ő, dékán helyettes, hát ő, 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 benne van az egyetemi rendszerben, ők nem politizálhatnak. Az ügyész az ugyanezt mondta, hogy hát ő az ügyét kartak, bár úgy látja hogy, hogy mindannyian látja a dolgokat, hogy nem jól megy, de ők se, ő se beszélhet. A vállalkoz azt mondta, hogy ha szólnak, akkor rájönne a, a NAV, és maradtam én polgármesterként, és én meg, ha szólok, akkor nem kapok támogatást, és lehet látni, hogy még az utolsó fillérünket is, azt a szegény ember két fillérjét is elvetik. ott hát, vagyunk, öten gondolkodó emberek, mindannyian istenfélő hívek vagyunk, semmi kétségem egyikünk felőse, hogy nem volt élő hite, és mégis kompromisszumot kötünk valamilyen szinten a világgal. És nem tudom, hogy megkérdezzük-e sokszor, amikor mi kompromisszumot kötünk a világgal, hogy Uram, te én tennél? Látod az igazságtalanságot, látod a gonoszságot, te nem szólnál, te nem tennél helyben semmit. Szóval csak azt akarom mondani, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a lelkiismeretünket azt, azt folyamatosan tartsuk karba. Mert a hívők azok nem nagy bűnök miatt tesnek el, akik oda szánták már az életüket, hanem tudjátok, sok kis apró kompromisszum által, és ezek a kompromisszumok, ezek szépen így falat építenek Isten és ember között. A megalkuvásaink falat építenek Isten és ember között, és egyszer eljön a pillanat, amikor majd nem fogjuk már hallani az Isten szavát, amikor csöndbe marad az Isten. És nem az lesz számunkra az ítélet, hogy ki, kiesünk a mennyek országából, hanem az, hogyha nem szól hozzánk Isten. Ha nem szól hozzánk Isten. Itt van ez a két tanítvány. Mennek, a sok tanítvány ott marad, bezárkoznak, ők félnek, rettegnek, bezárkoznak a házaikba. Ez a két tanítvány meg elindul és megy Emmausba. Amikor erre a szolgálatra készültem, azon gondolkodtam, és én azt gondolom, hogy ezzel talán egyetértünk sokan, hogy minden hívő ember életében van emmausi út. Van emmausi út. És szükségünk van az emmausi útra. Szükségünk van szent csalódásokra. Szent félelmekre. Azért, mert azok egy kicsit úgy fölkavarják az állóvizet az életünkbe. És, de az a kérdés, hogy ez meddig húzódik el, hogy annak az Emmaus út van egy végtelenség, emmos, hogy ez az Emmausi út ez vezet a végtelenségbe, a kilátástalanságba, a fájdalmak tengerébe, zuhatagába, és ebből nincs szabadulása az embernek. Ez az Emmausi út ennek a két tanítványnak Emmausban véget ért. Ánkoltak, csótak, szomorúak, nem ezt várták. Hát gondoljunk csak bele, ott van virágvasárnap, ott van a hozsannázó, a zsoltártér éneklő tömeg, és boldogok voltak, és jön szamárháton az ő messiásuk, és mindenki újul, és örömünnep van. Igaz, hogy bele e, csúfolódott egy pár farizeus ebbe az örömünnepbe, hogy hallgattas már el a te de nem foglalkoztak vele, mert ott volt Jézus közelük és, és boldogok voltak, és... És tényleg repesett a szívük, és hálásak voltak. És most meg itt van nagy péntek a keresztrefeszítés, a Black Friday, és most meg, meg össze vannak törve. Ilyen amplitúdó, egyszer fönt vannak a csúcson, aztán lent vannak a mélységbe, egyszer átérzik az Isten szeretetét, aztán meg nem éreznek semmit, nihil van az életükbe, testkilátástalanság. És hátat fordítanak Jeruzsálemnek, és távolodnak el a testvéri közösségtől, mennek az ő útjukon. És nagyon sok ilyen ember van, akik csalódtak a lelkészeikben, Rengeteg ilyet ismerek, csalódtak az egyházaikban, csalá, csalódtak a struktúrákban, csalódtak az országban, és inkább hátat fordítottak. És tudjátok, ezek a tanítványok ott szomorkodnak magukba, lehet, hogy überelik a fájdalmaikat egymás között, és egyszer csak történik valami. Megjelenik mellettük Jézus. Így szól a, a, az Isten igéje. Maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. Lágy a testvérek, Jézus oda csatlakozik ehhez két tanítványhoz, velük együtt megy, de valami eltakarta az ő szemüket, hogy fölismerje Jézust. És sokszor van így a keresztények életében is, hogy valami eltakarja a szemüket a afelől, hogy fölismerjék, hogy Jézus volt az. E, Pano, Panov apónak néven van egy, van egy aranyos kis történet, a kisfiam Panov apó nem még egy karácsonyi ünnepség alkalmából, ő egy cipészmester volt, és ő várta, hogy az Úr Jézus be beköszönjük a helyébe, és akkor a szegények, jöttek emberek hozzá, meg minden, jöttek a cipőt csináltatni, valami miatt belátogatni hozzá, most már a történetre annyira nem emlékszem, csak a lényeg az az, hogy a végén kiderül, hogy Jézus volt az, aki meglátogatta ezt a panóapót. És tudjátok, így van a mi életünkben is, hogy sokszor nem értjük, hogy mi miért történik, miért van ez a fájdalom, és hogy, hogy hogy miért pont velünk történik ez, és közben pedig a szemünk átkodja a fájdalom, a kilátástalanság, a félelem, és közben pedig ott van mellettünk Jézus. És hányszor és hányszor, én valahogy úgy képzelem a megyet, hogyha fölkerül oda, akkor Isten megmutatja, lejátsz az életem filmét, és majd megmutatja, hogy Molnár Robert, hányszor álltam én ott melletted, védő angyalaimmal, meg én magam is, hogy megnősd lábadat a kőbe. É, még parlamenti képviselő voltam, és még nem voltam hívő, történt egy nagyon érdekes dolog, ez most, hogy készültem, jutott eszembe ez a történet, hogy több parlamenti képviselőt elhívtak egy rendezvényre, egy Pest melletti településre valahova, és persze én is úgy meggondolatlan, naivként, persze igent mondtam erre, hogy persze megyek, mert fontos, meg stb és mentünk Ágival, a feleségemmel, és nem találtuk az utat. Elmondták, hogy hol kanyarodjunk, jobbra, balra, hol kell előre menni, és egyszerűen nem találtuk az utat. Mint hogyha teljesen összezavarodott volna minden, akkor még nem volt GPS, és nem találtunk az utat, és én dühösen hazamentem. És tudjátok, mi a megdöbbentő, hogy utána derült ki, hogy ez egy nagyon sötét dolog volt, és hogyha oda mentem volna, akkor akkor nagy bajba kerülök én is. És Istennek a összekavarása volt az, hogy nem találtuk meg azt az ez Sokszor van úgy, hogy mi el akarunk eltervezni volna egy utat, és nem Háborgunk, és, és őbörgünk is. Nem tudjuk, hogy miért van aztán. Lehet, hogy a végén, amikor visszatekintünk az életünkre, akkor rájövünk arra, hogy de jó volt, hogy nem találtuk meg azt az utat. Aztán emlékszem egy másik történetre a Fidesz frakcióban akkor parlamenti képviselő voltam, elindítottak egy aláírásgyűjtést, mert nem tudom, hogy mi volt a lényege, egy angol nyelvű levelet kellett volna, hogy aláírjunk, és aláírták, nem tudom, száz hány és úgy írták alá, hogy XY szenátor. És, és én nem írtam ezt a, a levelet alá. És akkor a balhé keveredett belőle, Ebből hogy a parlamenti képviselők, akik, hogy mondjuk akkor MP, Member of Parliament, és nem szenátorok, és ebbe a beadványban meg szenátorokként írták alá a képviselők. Na, szóval csak azt akarom mondani, hogy, hogy vannak ilyen helyzetek az életünkben, amikor nem tudjuk, hogy mi miért történik, de nem ellenünk történnek dolgok. És itt van ez a két tanítvány, fájdalmuktól, értetlenségüktől, csalá az és oda tér hozzájuk Jézus. És valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék. Ő pedig azt kérdezte tőlük, micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltatok. Erre ők szomorú ábrázattal megálltak. Megálltak, elképzelem ott velük, és magyarázták el. Te vagy az egyetlen, aki nem tudod, hogy mi történt az elmúlt napokban Jeruzsálembe. És akkor Jézus nem azt mondja, hogy lehet, tudom, én vagyok az, hanem... Ilyen. Tényleg is hogy ha őket beszélni, legyen a molyan álcsontokat egy Tényleg olyan jó lenne, hogy... A Hogyha az egyházik meghallgatna bennünk a tíveket, ha elmondhatnánk. Én annyiszor kértem már például különböző fórumokon a kormányt, hogy hallgassanak már meg egy-egy törvénytervezetni bennünket, sutyarák, falusi polgármestereket, és hogy elmondjuk, hát mégis ott vagyunk a nép között, látjuk a nyomorukat, látjuk az örömüket, látjuk a bajukat, a problémákat, hogy elmondhassuk, hogy jobbá tessük a rendszert. És Jézus nem azt mondta, hogy fejbe kolin de őket hallgassanak bura bosbák, hanem mondjátok, hogy mi történt. És tényleg olyan jó hogy ez a hírek véleményére. elmondhatnák, hogy ti hogy látjátok ezt a dolgot, és akkor alakítsuk ki a közös álláspontunkat, hogy mit képviseljünk a testben, a világban, vagyok, vagy akármivel kapcsolatban. És ott van Jézus, Kérdeztük, hát mi történt. pedig elmondták neki, ami történt. Nálad Jézus, mi történt, aki proféta volt. Hát Jézus, ugye nem, tudjuk, hogy nem proféta volt, hanem mesélyes volt. É, de azt is mondták, hogy hatalmas Isten, és tettekben, és beszédben, és hatalmas dolgokat cselekedett az egész nép előtt. És a főpapok és a főemberek halálos ítéletre adták és megfelítették, elmondták ezeket mi. Mi pedig azt reméltek, ő fogja megválni azt hogy majd jön Jézus, egy király, mint mondjuk a virág korában volt, és ő majd ezt az elnyomó római hatalmat innen kilögdösi, eltakarítja, megszünteti ezt a politikai hatalommal összefeküdt, kollaborálódott vallások lérust, és akkor eljön az igazság országa pillanata, és hogy majd minden helyre áll, és hát gyakorlatilag nem ez történt, és ezért ők nagyon-nagyon csalódottak voltak. Tehát amikor megváltani Izraelt, akkor azt gondolták, hogy megbáltja majd őket az elnyomó hatalomtól. De már harmadik napja, hogy mindezek történtek, és akkor elmondják, hogy akkor mi történt ma reggel, azon a reggelen, hanem néhányan közülünk való asszonyok korán reggel a sírnál voltak, és azzal a döbbentettek meg bennünket, hogy üres a sír a testvérek, hogy ez, ez is egy olyan érdekes, hogy ott vannak ezek a tanítványok, akik közelről látták Jézust. Megdöbbentek azon, hogy üres a sír, miközben Jézus annyiszor elmondta már előtte nekik, hogy mi fog történni vele. Hogy mi fog történni vele. És elmondta aznap reggel az asszonyoknak is, hogy hát nem neked történni, és akkor is megdöbbentek. Szóval, szóval, persze a hívő ember életében is van döbbenete, és csodák, amit, amit, amit épésze fölfogni nem tudunk. Az én életemben is annyi ilyen csoda volt. Emlékszem, hogy volt egy olyan csoda, hogy, hogy egyik pillanatra másikra elvontak állami finanszírozást, ez 2015 elején volt. Januárban, februárban és márciusban egy fillér állami támogatást nem kaptunk. Szóval mi úgy végezzük a dolgainkat az önkormányzatba, hogy én hiszem és vallom, hogy az, ami a Bibliában le van írva, az igaz, és aki tornyot akar építeni, az írja össze a költségeket, és mi már régóta szerettünk volna és szeretnénk egy művelődési házat építeni, és ezért összesporoltunk 10 millió forintot arra, hogy a művelődési háznak a, a terveit elkészítessük. És ezt félre raktuk a számlánkon, igen, ám csak januárban, február, márciusban egy fillér állami támogatást és a negyedik hónapban, azt hiszem negyedik hónapban megkaptunk az államtól 3678 forint állami támogatást, és egy szót nem szóltunk a háromszori nulla támogatáson, háromhavi nulla támogatáson, de amikor 3678 forintot adtak egy falunak, akkor úgy őszintén megmondva, mert az ember ideg, embernek van is, és akkor azt mondtuk, hogy na hát ez, ezt az arcátlan pimasságot, amit... forintot. Nem, nem azért tettük ezt, mert mi pökendiek vagyunk és fölfúvalkodtunk, hanem azért, hogy rá akartuk világítani, hogy miközben elvonnak pénzeket az önkormányzatoktól, nem az intézménytől és a struktúrától vonják el, hanem az emberektől vonják el, és elküldtük ezt a pénzt. Tehát három hónapig egy fillér támogatást nem kaptunk négy hónapban 3658 forintot, és annyira megdöbbentő volt az év végén 8 millió forint plusz, A pénzügyi hogy Robi, aki nem is hívő volt, Robi, mi bebizonyítjuk a hatalomnak, hogy mi állami finanszírozás nélkül is meg tudunk lenni. Testvérek, ez egy olyan megdöbbentő volt a számomra mindez, hogy ezen átsegítette a, a, az Úr bennünket, és hogy még a világi kolléganőm is látta, hogy hát mi még, mi, 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 mi még pénz nélkül is el tudunk lenni, mert, mert megsegített az Isten bennünket. És most, amikor elvonják a gépjárműadónkat, és is erőt lehet megtalálni. pontosan az a hogy, hogy kapcsolatban az Isten, uram, én nem tudom megoldani, itt egy itt az életem, itt a helyzetem, itt van a kilátástalanságom, itt van a félelmem. Itt van a gyász, fájdalom, itt van a nem értem. Adom és legyen, te akad, és legyen úgy, aki te Isten látja, Istenét, és Isten kíváncsi ránk, és Isten kíváncsi volt erre a két tanítványra, és, és ezért kérdezte őket, faggatt őket, és amikor elmondtak mindent, hogy mi történt, és elmondták az aznapi történeteket, és hogy ott voltak az asszonyok, akik korán reggel fölkeltek, és ott voltak a sírnál, és megdöbbentettek bennünket. A, amikor nem láttak az úr tesés, és elveszélték, és elveszelték. Olyan jó lenne, hogyha mi is jelenleg beszélni, mint ami velünk történik, mert Isten nem azt kér, hogy mi teologizáljunk és prédikáljunk, hanem az életünk hogy prédikálja az Isten igazságát, és olyan jól lenne, hogy mindaz, ami velünk történik, pro-kontra, hogy mi volt az életünk Isten előtt, és Isten, hogy szabadított meg bennünket, hogy karolt föl bennünket, hogy, állt, hogy gyújtott meg bennünket. Ezekről beszélnek a világnak, mert bizonságtétel, tanúság nélkül ez a világ, ez sivár marad, és az van az igébe, hogy a világ félje, Csodálatos egyemekének eljöttét. Hol vagytok, drága testvérek? Hol vagytok? Mivel tudunk többletet adni? Mivel tudunk sóvá és fűszerré lenni ennek a társadalomnak? Hát ízetlen az egész. És nem szomorú az, hogy a keresztények hangját ma nem lehet ebben a vészterhes időben hallani? És hiteltelenné tesszük az egész egyházat miatt hogy nem lélegzik együtt a társadalommal. Az Isten nagykövetsége nem él benne ebbe a világban, és nem kifisel az Isten ügyét ebbe a világban, mert megalkudott a világgal, drága testvérek. Nem erre szól a megbízatásunk. És nem ez a mi feladatunk. És elmondták, hogy mi történt az asszonyok, mit láttak az asszonyok, és utána pedig ezt mondja nekik Jézus, balgák és test szívűek. Bal agák Tudom nagyjából, hogy mit jelent a szó, mi a balgaság, de mi a szívek. A balg a bolond, egy e, szónk egy változata, bolondos, gyermeteg, együtt, együgyű, ostoba, buta, butuska, oktalan, üresfejű, féleszű. Még volt egy csúnya, és azt nem mondom. A rest meg az, hogy lusta, vonakodó, aki egy munka, egy tevékenység végzésére nem hajlandó. Tehát ezt mondta nekik Jézus. Tehát fővitt a figyelmüket, hogy ne, ne, ne bolondozzatok már, ne legyetek már buták, ne legyetek már együgyűek. Hát nem erről beszélt Jézus, hogy ennek mindnek meg kell történnie. Már Mózes, a profétáktól kezdve, erről szóltak a proféciák, mert az Ószövetség, az Krisztusra mutat, az Újszövetség meg maga a Krisztus, és elmagyarázta nekik mindazt ami megíratta felül az írásokban. És miközben Jézus ezeket elmagyaráztott menet, közben megértek, megérkeztek Emmaus. És drága testvérek, minden ember életében vannak válaszutak, amikor el kell dönteni, hogy mit csinálunk, melyik útra megyünk. Jézus úgy tett, mint ment volna tovább. De én úgy gondolom, hogy ez nem valami képmutatás volt Jézus hanem azt próbáltat őket, hogy akkor most oké, látta Jézus a sót, előadta az előadását, és akkor ez neki ki van pipálva, és akkor engedik menjen útjára, és ők nem. Ők azt mondták, hogy gyere Jézus, hát már beesteledett, már sötét van, gyere, legyél itt velünk, háj meg itt nálunk, maradj velünk már beesteledett, a nap lealkonyodott, és Jézus bement. És tudjátok, ha Jézus beengedik az életükbe, oda ma is bemegy. És már alkonyodik ennek a világnak, de még most is Jézus be tud menni. Engeded-e, hogy bemenjen. Engedjük-e, hogy bemenjen az életünkbe. És bement oda, és letelepedett az asztalnál, és vette a kenyeret. És nem mindegy, hogy hogy engedjük be Jézust az életünkbe, a házunkba, a szívünkbe, az asztalunkhoz, hogy vendégként vagy úrként. Odaültetjük a asztal végére, vagy a főhelyet biztosítjuk neki. Kulcskérdés a keresztények életébe. És Jézust oda engedték a főhelyre, és mi történik? Lássodát? csodát, Jézus megáldotta a kenyeret, megtörte, és nekik átadta. Megáldotta, megtörte, és átadta. És ebből a mozdulatból rájöttek arra, Hát, hogy bizony az Isten fia volt, a föltámadott Jézus. És olyan jó lenne, hogyha mi nem lennénk olyan balgák, akiket Isten nem taníthatna a jelek által, a csodák által, az Isten írott igéje által, a testvérek által, a világnak a dolgai láttán. És olyan jó lenne, ha meglátnánk az ő mozdulatait ma is, az ő kegyelmét, az, hogy nincs végünk, hogy bár bezárt a templomainkat, az ő gyermekei is be vannak zárva, sokan karanténba, ismerek keresztényeket, akik karanténban vannak innen is. Jobbulást kívánok nekik is, és gyógyulást kívánok nekik is. És mikor ezt megtörtént, meglátták, hogy ez Jézus volt, és abban a pillanatban eltűnt előlük. Jézus megmutatta az utat, megértette velük a feltámadást, megértette velük, hogy miért kellett ennek megtörténnie, és utána Jézus odébb állt, eltűnt a szemük elől, és amikor ez megtörtént, akkor rájött arra, hát, hát ezért gerjedezett a mi szívünk, amikor beszélt velünk az úton, magyarázta az írásokat, és mi történt, és olyan csodálatos lenne, hogy ez mind velünk is megtörténhetne, hogy fölgerjedt a szívük, amikor elindultak és hátat fordítottak Jeruzsálemnek, meg a keresztnek, akkor bánatosak voltak, szomorúak voltak, értetlenek voltak. Közben az életükben találkoztak az úton Jézussal, és olyan jó lenne, hogy ez a mi életünkben is így megvalósulna, hogy az emmósi úton mi is találkoznánk Jézussal, és amikor Jézussal találkoztak utána, megértették, és mi történik? cselekvésre indultak. 11 kilométert elgyalogoltak Jeruzsálembe, odaértek Elmajusba, már biztos késő este volt, akkor megvacsoráztak, vagy ki tudja, kenyeret biztos megtörték, és utána fogták magukat, és mi történt? A szeretet indította őket, hogy vissza Jeruzsálembe, arccal Jeruzsálem, meg a kereszt felé, a testvérek felé, a közösség felé visszamenni, és elindultak. És igen, a keresztény élet az nem kényelmes élet, a sokszor szenvedés, sokszor nehézség, sokszor igen, vissza kell mennünk bizonyos helyekre, meg egy 180 fokos fordulatot mindenképp kell, hogy az életünk forduljon, és ők visszamentek. Neked hova kell visszamenni? neked kitől kell bocsánatot kérni? Hol van a te közösséged? Drága testvérek, Isten úgy találta ki a hívő életet, hogy a hívő élet csak közösségbe tud fejlődni. Szükségünk van a közösségeinkre, a testvéri kapcsolatokra, amelyek most megnehezülnek azáltal, hogy, hogy így, ilyen virtuálisan tudjuk a kapcsolatot tartani. De Isten erről is tud. De szükségünk van közösségre, hát olyan csodálatos a tanítványok, mikor együtt voltak, hát egymást tanították, egymásnak bűnt vallottak, megtörték közös a kenyeret, közös volt mindenük. És drága testvérek, és ennek köszönhető, hogy a kereszténység az nem csak egy ilyen akut föllángolás volt, hogy megszületett Jézus puf, és akkor rá 30 évre meg kész vége az egésznek, hanem azért maradhatott fenn, mert mindig voltak hűségesek, hívek, akik nem elegyedtek bele a világ dolgaiban, hanem megmaradtak Isten hűséges gyermekeiként, és ebben ez a hűség vezette évszázadokról évszázadokra a keresztényeket, és jutottunk el idáig, és ma is vannak hűségesek. Sok arimátiai József van, meg Nikodémus, de hiszem azt, hogy eljön az az idő, amikor a történelem ura Jézus hívni fogja őket is, és akkor a gyülekezeti félhamályból elő lépnek, és képviselik Isten igazságát ebben a világban. Tehát ekkor fölkerekedtek, és visszatértek Jeruzsálemről, egybegyűlve találták a tizenegyet és velük lévőket, akik elmondták, hát valóban föltámadt Jézus, és megjelent Simonnak. Ekkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a, me a kenyér megtörésekor. Miközben ezekről beszéltek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség néktek. Mert a testvérek sokszor van az életünkben, hogy nincs békességünk, hogy háborog a felszín, tajtékzik meg minden. És Isten pontosan tud erről, és nem is akarja feltétlenül ezeket csak úgy, csak úgy lecsillapítani, hanem ez, ennek van egy, van egy útja, folyamata, hogy ez lecsillapodjon. De van, kell lenni egy mély békességnek bennünk. Annak a tudatának, hogy ami velünk történik, amiben benne vagyunk, arról Isten pontosan tud. És, en, e, és ez kell, hogy a mi békességünk legyen. Sokszor kapok támadásokat, sokszor érthetetlen helyzetbe kerülök, és nem értek egy csomó mindent, de egy valamit mindig tudatosítok magamba és ezt ki is szoktam mondani. Uram, te látod. Uram, te látod, mi történik velem. És az úr most is látja, hogy mi történik velünk. És olyan jó lenne, hogyha tényleg megértenénk mi is, hogy, hogy a hitünknek cselekedetekbe kell kiteljesednie, a hit cselekedetek nélkül halott. És az a csodálatos a keresztényeknek a küldetésébe, hogyha az Úr küldi őket. És ők engedelmesek, és mennek, még akkor is, hogyha sarut kell húznan lábukra, akkor is, hogyha az időjárás viszontagságai teszik őket próbára, de menniük kell. És ez a két tanítvány ott volt, ment az Emmausi úton, és egy csomó mindent nem értettek. Szent Ágoston pedig azt mondta, az is egy olyan csodálatos dolog, hogy Uram, ahol nem értelek, ott imádlak. Ahol nem értelek, ott imádlak. És sokszor van úgy a mi életünkben, és hogy uram, nem értelek téged, de imádlak, és tudom azt, hogy, hogy kihozott belőle a javát. Hogyha én nem oktalan, butaságom miatt kerülök ebben a, helyzet, a helyzetbe, Bár lehet, hogy úgy látjuk, hogy a jövőnk az sötét, de Isten ma is karban tartja a világot, és Jézus velünk vándorol. Kértem a feleségemet, van egy gyönyörű keresztény ének, hogy én nyomtassam már ki, mert nem fogom elénekelni, ne jegye meg senki, de olyan szép, hogy felolvasnék belőle egy részt. Velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ér, elvisz, elsegít engem a célhoz, ő a győzelmes hűvezér, ő a győzelmes hűvezér, velem vándoroltam a Jézus, ott az oltalom hűszívén, ha szép napot fellegek rejtik, ő az éltető tiszta fény. Velem vándorol a Jézus, ez a vígaszom, baj, ha jő, bármi súlyosak rajtam a terek, segít hordani, ott van ő. Velem vándorol utamon Jézus, bár az út néha oly sötét, soha nincs okom félni a bajtól, amíg irgalmas karja véd velem